Szeretettel üdvözlök mindenkit. A Polgári Platform már második éve áll ki a kultúrát szurkolás mellett, a Szurkoljunk a Rasszizmus projektjével. Sikerült az elmúlt években elérni azt, hogy projektjeinkkel eljutottunk mind a stadionokba, mind a közterekre is. És hát a mi célunk ugye az a Polgári Platform, amikor már sokszor is elmondtunk, hogy azok legyenek többségben, akik a kultúrát szurkolást választják. És hát a mai rendezvényen is azért arra buzdítok mindenkit, aki itt az esőbe eljött, hogy hát rúgjunk gólt a rasszizmus ellen, rúgjunk gólt a rasszizmusnak. És hát szeretném átadni a szót Egri Viktornak, aki levezényeli majd ezt a mai csodálatos napot nekünk. Köszönjük szépen, Viktor! Most itt a feladat az az, hogy megmutassuk, hogy mennyire rontja az ember ítélőképességét az, hogyha előítéletei vannak, hogy a drukkerek úgy vélik, hogy nem csak jó és rossz labdarúgókra lehet bontani az ellenfél csapatát, hanem esetleg más alapján is meg lehet különböztetni őket, és mondjuk, hogyha más a bőrszínük, vagy más a vallásuk, akkor ez ok lehet arra, hogy gyűlöljék őket, vagy megkülönböztessék. Igazából ez ellen vagyunk itt. Kapura fogunk rúgni, méghozzá szemüvegben. És azért szemüvegben, ilyen szemüveget hord, az annyira torzít, mint ahogy torzít az értékítéleten az, hogyha az ember valakit a bőrszíne vagy vallása alapján ítél meg, rasszista megnyilvánulásokkal.